Jól kezdték a meccset a vendégek, gyakorlatilag végigvezettek az első negyedben, de a Dudaszó pillanatában már a Paks járt jobban 4 ponttal. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez az Atomerőmű Ese, amely a folytatásban is uralta a mérkőzést, és biztosan verte vissza a nyíregyháziak felzárkózási kísérleteit. A záró negyed volt a legszorosabb, de 1 ponttal azt is megnyerte a házigazda, a vendégek pedig csak annak örülhettek, hogy tisztes vereséggel távoztak a listavezető otthonából. Ezt a különbséget sokkal jobb lett volna úgy elszenvedni, hogyha azt látom, hogy az Atomerőmű ezt meg is mutatja, hogy ők jobbak, mint mi, és egy-egy elleni játékban szépen lejátszanak minket. Viszont sajnos a mi hibáink eredményezték azt, hogy ilyen különbség alakult ki. A lepattanóban nem lehet ilyen vereséget szenvedni, azok könnyű kosarak, nagyon könnyű kosarakat adtunk az ellenfélnek, ők ezt szépen kihasználták, és egyszerűen a palánk alatt leküzdöttek minket. Nem voltunk elég büszkék ma, nem szabad megengedni azt, hogy szórakozzanak velünk, sokkal keményebbnek kell lenni ezekben a szituációkban. A hazaiak edzője és a palánk alatti fölényüknek tulajdonította a csapat a győzelmét. Nyíregyházát jól szervezett csapatnak tartjuk. Nagyon sokszor a felfogó zóna letámadásukkal, illetve a zóna védekezésükkel megtörték a játékunkat. Tényleg sokszor nem tudtunk mit kezdeni. Zavarba jöttünk, és ilyen kikényszerített, meg ilyen ritmustalan dobásokat hajtottunk végre. Kellett hozzá nyilván egy jó lepattanózás, főleg Ryan Watkins személyében, amiből vissza tudtuk tenni a labdákat, és szép fokozatosan, illetve néhány egyéni megoldásból, néhány gyorsindításból el tudtunk húzni, és tulajdonképpen tudtam cserélni a csapatot, és minden én negyedet megnyerve sikerült hozni a találkozót. A forduló további eredményei: Jászberény Mavsz 75-89, Kaposvár Kecskemét 78-64, Szolnok Szeged 70-63, Sopron Zalaegerszeg hosszabbítás után 79-77, Albafehérvár Szombathely 120-84 és Pécs Körment 71-84. A tabella élén az Atomerőmű Ese 9 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szolnokot. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 8 vereséggel a 12. helyen várja az év utolsó meccsét, amelyen szombaton az Albafehérvárt fogadja a Bemiskola csarnokában.